Bár eltiltották, mégis vezetett az a férfi, akit Felső-Nánán az éjszakai órákban állítottak meg a rendőrök. A férfi adatainak ellenőrzése során megállapították kollégáim azt is, hogy a férfit korábban eltiltották a vezetéstől, mely még mindig hatályos volt, ugyanis nem vett részt a képzésen. Az előéletének köszönhetően már ismert volt a kocsijának típusa és rendszáma is, de utóbbi az ellenőrzés során már nem egyezett meg. Mint kiderült, még az indulása előtt átszerelte felesége tábláit a saját autójára. Kollégáim ebben az esetben egyetlen intézkedés alkalmával 3 büntető eljárást is kezdeményeztek a férfi ellen. Egyedi azonosító jellel visszaélés büntette, ittas járművezetés vétség, valamint eltiltás hatálya alatti vezetés vétségének elkövetése miatt. A sofőr viselkedése az ellenőrzés során igen zavaros volt, ezért a rendőrök a szondát is megfújatták vele, ami igen magas értéket mutatott. Tettéért a férfi több éves eltiltásra is számíthat.